A megszokottnál jóval korábban, már január végén bajnoki meccset játszottak a megyei első osztályban, ugyanis három forduló ősszel elmaradt mérkőzéseit pótolták a csapatok. A tabella élén álló Tarpának ugyan becsúszott egy döntetlen, de az elsőség kérdése már a bajnokság felénél eldőlni látszik. A dobogós helyekért lehet nagy harc, míg a középmezőnytől lefelé egyik csapat sem érezheti magát biztonságban. A 15. fordulóban a Balkány az örökösföldi műfüves pályán fogadta Mándokot, amely 1-2-ről fordítva 5-2-re nyerte meg a találkozót. Úgy gondolom, erőben jók vagyunk, az alapozás igaz rövid időszak volt, de megtettünk mindent, hogy jó erőben legyünk, meg büszke vagyok nagyon a srácokra, mert nem adták fel egy pillanatra se. Akkor sem, mikor Balkány vezetett. Mint a Balkány kispadját szezon közben elfoglaló Mirgai László elmondta, sérülések és betegségek miatt még nem tudta a legerősebb csapatát pályára küldeni. Már rosszul kezdődött a mérkőzés, Kanár Roland az irányító középpályásunk bemerítésnél megsérült. Itt már egy kicsit lelkileg láttam, hogy megfogta a csapatot. Első fél időben ugye nem játszottunk olyan rosszul, ezért az az 1-1 az azt gondolom mind a két csapat részére megfelelő eredmény volt, igazságos volt. Aztán másikba kijöttünk, rögtön rúgtunk egy gólt a másik vagy harmadik percben, a másik fél idő elején. Aztán egy szerencsétlen 11-est csináltunk, majd egy óriási védelmi hibából megszerezte az ellenfél a vezetést, és ezzel is döntötte azt gondolom a meccset, mert onnantól kezdve padlóra kerültünk, elvesztettük a hitünket. Győzelmével a Mándok picit eltávolodott a veszélyes zónától, a Balkány viszont nem érezheti magát biztonságban. A kiesés elkerülése a cél. Azt gondolom, erre képes a csapat. Most egy olyan 4 mérkőzés vár ránk, ami a 4 ércsapattal játszunk, ugye Ibrány, Nyírgyulaj, Vásáros Namény, Máté Szalka. Tehát ez a 4 mérkőzés, ez nagyon nehéz, ebből kijöhetünk akár 0 ponttal is, és minden pont viszont, amit megszerzünk, az a mi helyzetünkben jelen pillanatban bravúrnak fog számítani. A megyei első osztály tavaszi nyitófordulójának párosítása a következő: Magtaló Rendháza Vásárosnamény, Tarpa Csenger, Nagyecsed Nyírmegyes, Kemecse Máté Szalka, Fehérgyarmat Nyírgyulaj, Balkány Ibrány, Nagyhalász Mándok és Újfehértó Gyulaháza.